Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, és tárgyként azt is mondhatnám, hogy rettenetes állapotban a magyar gazdaság. Nyugodtan mondjuk ki, hogy a ma nyilvánosságra került KSH adatokból egyértelműen látszik, hogy katasztrofális kép bontakozik ki a magyar gazdaság állapotáról. Ezek az adatok minden elemzői várakozást is alulmúlnak. Ezek az adatok tények, amelyek önmagukért beszélnek, és önmagában is minősítik a bajnai kormány teljesítményét, illetve tevékenységét. Magyarország helyzete súlyos, a gazdaság gyakorlatilag a csőd állapotában, vagy legalábbis csőd közeli állapotban van. A gazdasági adatok, a munkanélküliségi adatok mind-mind azt mutatják, hogy a kormány rossz úton jár. Bajnai Gordon és kormánya a Gyurcsányi úton halad tovább, és láthatólag válságkezelés helyett válságmélyítést végez, hogy azt is mondhatjuk, hogy nem kezeli, hanem saját maga okozza ma már a válságot. Főleg, ha megnézzük azokat az adatokat, amelyek ezekben a napokban a szomszéd országok gazdasági állapotáról láttak napvilágra, illetve kerültek a nyilvánosságra, akár Szlovákiára, akár Csehországra nézünk, akár az uniós átlagra nézzük, mind-mind azt mutatják, hogy ezek a gazdaságok elkezdtek növekedni, szemben a magyar gazdasággal, amelyik újra drasztikusan csökken. Nézzük, láthatjuk tehát, hogy a bajnai kormány újabb és újabb megszorító intézkedései nemhogy nem vezetnek semmilyen eredményre, hanem teljesen eredménytelenek, teljesen értelmetlenek, hiszen a helyzetet nemhogy megoldják, hanem egyre nagyobb problémákat okoznak. Két dolog következik ebből. Egyrészt, hogy Magyarország semmiben nem tudott hozzájárulni az uniós gazdaságok növekedéséhez, sőt, visszahúzza azt. Másrészt pedig, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerül majd az új kormány, nagyon nehéz helyzetet kell majd megoldania. És azt is kimondhatjuk, hogy ez a mostani kormány egy növekedés ellenes politikát folytat, aminek az eredménye a gazdasági mutatók tekintetében katasztrofális. Köszönöm szépen, kérdezem, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Parancsolj. Csak hogy végeztek olyan háttértanulmányokat, számításokat, hogy mi okozhatja a méregülést, azon túl, hogy nyilván egy elhibázott politikának tűnik, vagy is Így elemenként nincs értelme igazán értelmezni, itt egy gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség, amire láthatólag Bajnai Gordon, ahogy Gyurcsány Ferenc ugyanúgy nem alkalmas, ugyanazt a politikát folytatja, és ez pedig egy növekedés ellenes politika, ami semmi más nem okoz, mint újabb probléma hegyeket, halmazokat, amelyek nemhogy a magyar gazdaságot meglendítenék, kilendítenék abból a csökkenő pályából, ami van, hanem tovább taszítják a mélységbe. Köszönöm szépen, parancsolj. Igen. Azt gondolom, hogy erre a kérdésre, hogy ilyen típusú kérdésekre már sokszor válaszoltunk az elmúlt időszakban. A Fidesznek van egy érvényes 2006-os kongresszusi döntése és határozata, ez szerint a Fidesz miniszterelnök jelöltje Orbán Viktor, ez a döntés a mai nap is érvényes. Köszönöm szépen, amennyiben nincs több kérdés, akkor mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.